Magdika, most jön apa átáll az autókkal, csináltam nekik körtét. Hát most meghámoztam, mert most hol megeszik a héját, úgy kérik és harapják, hol meg nem. Úgyhogy biztos sem megyünk, egyébként ne rohadjon itt meg a táncos táskájukban, úgyhogy körtét, és akkor visznek egy adag ilyen ropit. Meg van egy ilyen bontott keksz, úgyhogy ezt tudom ide bele szólni nekik. Ja, ezt hárman ott elvágcsálják, amíg várakoznak. Darálós keksz. Ezek maradtak, hogy még ilyen maradékot szoktam belementeni. Na, elindultak Magdikáik Alexszel a oviba. A kicsikére mennek táncra. Opa, hol vagyok? Mennek táncra, úgyhogy van körülbelül egy olyan egy-másfél órá, hozzá a Lacival mennünk kell ügyet intézni, szóval íme a doboz, amiben így beledobtuk hirtelen a dolgot, hogy fel tudjuk egyáltalán hozni a csomagtartóból, ugye a kocsiból ide Lizához. Szóval ha valaki kérdezni, hogy érdemes-e elmenni ilyen városokba, ahol rendeznek egy ilyen nagy, központilag rendezett garázsvásárt, ahol rengeteg helyszín. Nem tudom most, hogy mennyi volt, nem láttam sajnos a térképet, mert mondom, sajnos sietésben voltunk, de szerintem olyan legalább 200 helyszín biztos, hogy volt. Tavaly volt azt hiszem olyan 150 körül, Biatorbágyon volt, ugye? És akkor már is elkezdenek mutogatni, hogy miket vettünk, és jeges kávémat felhoztam, azt még leörpintem. Most egy picit felre vagyok. Na mindegy, Lizától kölcsön kérem a fizetét. Tök mindegy végül is. Jaj, na találtam. Talán. No. Kezdjük szerintem a legelső dologgal, amit szerintem már tehát elég sok dolgot láthatatok, nem tudtam sok helyen videózni, mert esett az eső, tehát szakadó esőben mentünk, meg ugye Lizával és Noéval vagy felváltva, először felváltva, aztán már a kettővel mentem be, szóval figyelni rájuk, hogy ne játszanak ott mindennel, meg ne szilegyenek szét, tehát nem tudtam sok helyen, csak úgy nagyjából megpróbáltam nektek mutogatni, hogy milyen is egy ilyen garázsvásáros rendezvény. Szóval a legelső azt megláttam így Facebookon. Sok család egyébként feltöltött ennek az eseménynek a Facebook csoportjába, hogy milyen portékei vannak, tehát hogy potyára úgy igazából nem menjél be, de szerintem az tök, hogy egy utcában mit tudom én, volt 5-6 ház, és akkor megálltunk egynél, és utána elkezdtünk úgy sétálgatni az utcában, szóval értitek, így is bekerültünk olyan helyekre, ahol mondjuk egyáltalán nem volt gyerekeknek való, vagy például olyan is volt, hogy teljesen be kellett menni egy ilyen zárt kertbe, ott pedig ilyen babacuccok voltak. Szóval, de mindegy, hát beszélgettünk, meg ismerkedtünk, meg minden. Annak ellenére is, hogy nem vagyunk Biatorbágyiak, ugye mi Érdről mentünk oda, de hát ettől még igazából lehet ismerkedni. Az első dolog az egy, és nem akarok most annyit beszélni, az egy kis Lego frences, kis nyuszika Lego volt, ez konkrétan nem hiszem, ez teljesen új, és 1500 forint, úgyhogy én itt elkezdek írkálni. Lego 1500, jó. Aztán Lizának választottam egy, tavaly is egyébként itt vettük meg a téli óvodás csizmáját, most is itt vettük meg, és lila-fehér lesz a kabátja, úgyhogy tök megörültem, hogy láttam egy ilyen csizmát, hát egy ilyen tipikus kis tök jó állapotú Richter, ráadásul wow, azt nem is láttam. Vagy Richtex, vagy milyen? Nem, Richter. Itt meg Richtex van az oldalán. Richtex, na, ez tök jó még, ráadásul olyan első lépés csizma is, na szuper. Úgyhogy ez tök jó kis ovis csizma. Ezt ide rakom, 1500 forint volt, aztán Noénak találtam egy, hát rengeteg könyvet, és ott, ahol ezt a rengeteg könyvet találtam, ott a rengeteg sapka közül találtam egy ilyen Tommy Hilfiger eredeti baseball sapit,
Erre azt mondta először, hogy 3000, de mondtam, hogy 2500 forintért nagyon szívesen elhozzuk, sosem volt használva, vagy ez SS méretű, tökéletes a kis fenyére, tehát ebben az állásban tök jó neki, úgyhogy még bőven lesz benne élet, úgyhogy 2005 felírom. Nagyon kis vagány. Jó. Aztán, hát nem is tudom. Noénak, Lizával mi ketten találtuk ezt, választottunk egy ilyen orvosi táskát. Megpróbáljam én ezt most így kibontani. Na. Ah, jó, sikerült. Tehát van benne egy telefon, ugye, amivel hívni kell a doktornénit, bácsit. Nekünk nénink van. És akkor itt van mindenféle eszköz benne. Nagyon szuper állapotú, úgyhogy... szerintem szinte alig volt ez használva, csipesz meg, injekció, hát tudjátok, most a cica témában ez sajnos nálunk aktuális, hogy jön hozzánk jelen a orvosi asszisztens, úgyhogy ők is szokták ezt gyakran játszani. Jövő héten megyünk védőnőhöz, meg orvoshoz is, ugye a státuszvizsgálatra, úgyhogy ez 1500 forint volt, orvosi táska Noé. Noé-nak ő szereti az ilyesmit, úgyhogy írom is fel. Ez a legutolsó hely volt szerintem, ahol a Liza kapott egy kis tündért, na az most nincsen itt fönt. Egy picik, egy ilyen apró kis tündért választhatott, úgyhogy, vagy egy, nem, pónit, ott pónit, csomó helyen egyébként adtak ajándékot a helyesek, tehát mikor nem is vettünk volna semmit, adtak ajándékot neki, egy másik pónit kapott, de aztán végül kifelé menet, megláttam ezt a három nagyon helyes kis könyvet. Remélem nem fordít, mert én tökre fordítva látom, remélem, hogy jól látjátok. Szóval ez elvileg ilyen első olvasókönyv, magának tud ugye olvasni, jó nagy betűkkel, de azt mondta az apuka, hogy imádta a kisanyja, és hogy ezt már hamarabb is elkezdték olvasni, és hogy megértem az eltűnt macskák, úgyhogy ez 2475 forint volt darabja ennek, ők a szkolárkönyveket nagyon-nagyon szeretem, 1500 forintért elhoztam, úgyhogy majd simán Liza is tudja majd olvasni magának, vagy majd mi így esténként olvasgatjuk, úgyhogy három könyv. Ezeket szerintem így ki fogom vágni, amikor én itt így írkálom itt a dolgokat. Rengeteg könyv, tehát így random fogom mutatni, mert ugye, ahogy így sikerült így elpakolásznom, van egy ilyen kacordani két történet, ez 1000 forint volt, ezt a fiúknak, Alexnek és Noénak gondoltam. Pásztói Panka rajzai, hát mint a Pitypang és a Lili. Ott nem, pont nem látjátok, de majd lesz egy ilyen Pitypangos könyv is. Gyönyörű, gyönyörű szép egyébként ezekkel, nagyon szeretem a Pitypang és Lili sorozatot, úgyhogy ez meg ilyen kisfiúról szól, úgyhogy 1000 forint. Aztán ez a kapott ajándék, tudjátok, ez a... Hát még az én gyerekkoromban volt ez nagyon menő, nem tudom, hogy most is az-e, kicsit összeakaszt egy, na mindegy, majd, mert már Liza rengeteget játszott vele ott. Jaj, össze van akadva. Na mindegy, tudjátok, ez a, nekem nem volt ilyen, nem csak láttam, hogy így, amikor így a lépcsőn, tudjátok, így pucy, 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 tehát így jönne a lépcsőn ez a dolog. Ez a, ilyen zsinórka. Szerű valami, hogy ezt ajándékba kapta Liza. És itt nagyon szuper játékokat találtunk, viszont itt egy össze, nem bele van írva az ára, de kaptunk egy kis kedvezményt. Van egy agymenők ilyen kártya csomag, ilyen 800 kérdés és válasz, 7-8 éves, de szóval ez majd Noénak lesz jó iskolás korára, tehát egy ilyen, ki tudom én ezt mondani, aki nem ismerni, megnézzük. Szóval egy rengeteg kérdés van. Hány másra hangzó van a teraszszóban, melyik szám nagyobb 95-nél, 89, 79 vagy 99, szóval egy rengeteg ilyen tök jó pofa kérdés, ebből van ebben kettő csomó is. Úgyhogy... Na, ott nagyon szuper játékokat találtunk egyébként. Nagyon-nagyon szimpatikus volt az anyuka. Hasonlóan gondolkodik, mint én.
Smart Games, na pontosan ezekért mentem, ezeket kerestük, ezeket az okos eddigokat, ez éppen egy ültesre csukott a tojásukra, tojótoló játék, hát azt látjátok, de mondom, a végösszeg az majd erre az egészre volt, azt hiszem 8000 forint, amiket itt most mutatni fogok, szóval igen. Úgy is fogunk majd velük játszani vlogokban, úgyhogy majd látni fogjátok. Akkor van egy ilyen Cortex Kids, ez is ilyen logikai, 6 éves kortól 2-6 személy játszhatja, és ilyen tapintós kártyák is vannak benne, hogy ki kell találnia, hogy mi az, meg meg kell figyelnie, hogy hány van rajta, milyen szed. Olyas, mint a Brain Box, de annál egy kicsit továbbfejlesztett. Tehát szóval ilyen többféle kártya van benne, szóval nagyon-nagyon szeretem ezeket a logikai játékokat. Tehát, ugye ők már nagyobbak, úgyhogy nőnek, mint a gomba. Igen, azt hiszem, 8000-et azért bekönyvelem ide. És akkor tőlük volt még egy dolog, és akkor így ez a négy dolog volt összesen 8000 forint. Uborkától a pingvinig, a gyors gondolkodást igénylő kép összekapcsoló társas játék. Ez is. Tehát mondom, nálad tök jók voltak ilyen logikai társasok. Ez pedig olyan, hogy két képet fel kell fedni, és akkor például milyen mi a hasonlóság, mi a közös a kettő dologban, amit ugye felfordítottál, például a kazicabogár és a malac persei között, akkor itt most ki kéne valamit, bármit találniuk, hogy mi lehet az, ami közös lehet. Tényleg az uborka, meg a befőttes üveg, vagy nem tudom, bármi. Ez is nagyon-nagyon érdekesnek találtam. Helikopter és a kazicabogár, a zsiráf és a kazicabogár, a tűzoltóautó és a katicabogár, hát mind a kettő ugye piros, szóval nagyon-nagyon jó. Imádtam ezt az anyukát a játékaival, úgyhogy ez összesen ez a négy dolog, amit az előbb mutattam, ez 8000 forint volt, úgyhogy ezt be is írom, hogy négy játék. Úgy örült, hogy én megdicsértem, hogy wow, nagyon-nagyon jó játékaitok voltak, és ott vannak, de most már ugye nálunk vannak, ez 8 éves kortól van, de szerintem igazából ezt sokkal hamarabb el lehet kezdeni, tehát most a kis 5 éves kis gondolkodásával biztos talált. Tehát a katica meg a tűzoltóautó között például mondjuk szerintem simán a szint. Hát nem, mindegy. Megpróbáljuk, aztán max, ha nem megy, akkor félretesszük, és akkor majd később az élveztük. Na, jó. Akkor ebben a zakóban itt a póni. Ezt kapta. Egy ilyen kis pónikát, ez ajándék volt. Jó. Aztán világszép mesék, akkor itt még találtam egy gyönyörű szép mesekönyvet. Szerintem ez még tök új. Úgyhogy ezek ilyen kis rövid történetek. Lesz majd egy tök jó, ha megtalálom. Biztos meg fogom találni. Arra annyira örültem, de mindig ez egy nagyon-nagyon szép mesekönyv, 1500 forint. Könyveket szerintem külön gyűjtöm oda föntre. És ezt meg ajándékban megkaptuk, ezt a matematikai feladat vagy fejlesztő füzetke 5-től 7 éveseknek, tehát pont a Liza és Noé korosztály, mindegy, ez ilyen kis ajándék. Meg lesz itt rengeteg ilyen színező, meg ilyen fejlesztő füzet, amit az óviba fogok majd elvinni. Azt ajándékba gondolta az anyuka, hogy aki szeretné, elviheti ingyen, úgyhogy mondtam, hát, hogy ha vihetjük, akkor mi nagyon szívesen az óvinkba elvisszük. Akkor jövő nyárra Lizának egy Crocs papucs, ami elég koszos, de majd lesikkelem, és akkor majd úgy fogom eltenni. Ez nem papucs, ez egy balerina. Crocs balerina, ez 2500 forint volt, megyen a fona cipőkupacba. Borzasztó drága egyébként ezek a Crocsok, tehát így akartam nekik most így venni térre csizmát. Nagyon szeretjük a Crocs holtaposókat, már az utóbbi két évben az volt nekik, és tök jó mosógében simán moshatók, és 14 000 meg 17 000 forint, hát atyavilág. Úgyhogy vadásztom Vintiden a Crocs csizmákat nekik.
Na, cipővonalon még Rizának van egy cipő. Ezen még rajta van az ára is. Egy Nike. Ilyen van neki most, ilyen Air Max-e. Rózsaszín, tehát full rózsaszín, és akkor 1500 fent, azt mondta, hogy jó, ez biztos, hogy elhozzuk. Úgyhogy a következő méret lesz neki. Nekinek nagyon furcsák a méretezései. Ja, itt van. 27 és feles, és a mostani meg 26-os, tehát azt meg már ki fogja nőni lassan. Szóval 1500 forintért szerintem ez ajándék, ez a kis Air Max. Ez egyébként onnan jött, ahonnan a lila csizma. Jó, és akkor ugyanettől a családtól még volt egy ilyen, úgy láttam, dekatlanos könyök, meg térvédő, tudjátok, ilyen kis csajos kis térvédő. Elvileg azt mondták, hogy még pont a Lizának a mérete, ugye ő most tanul, erősen most tanul biciklizni, szóval ez nagyon hasznos. Noénak keresünk ilyet, de nem baj, mert a Noénak le fogjuk most már venni a pótkereket. De Lizának is nyilván szüksége van rollerhez, meg mindenfélehez, ugye 1000 forint volt ez a teljes pak. Ennek tökre örültem. Jó, na, kiveszem a kedvencemet. Erre tök kíváncsi vagyok egyébként, hogy ki emlékszik még erre La Fontaine meséi. 550 forint, 600-at adtam érte. Nem akartam 550-esezni, de akkor is 550 forint. És nézzétek meg, mennyire cuki, ilyen kis apró mesekönyv. Nézzük, mi van itt rajta. Nincs valami kiadás, hogy ez mikori kiadás. Hát nem mai. A nagy francia mesemondó 30 híres meséjét olvashatod, de mesedoboz 5 könyvében. Ez egy csoda. Hát, és nézzétek meg, mennyire helyes, mert egyet kibontok. Legyen mondjuk a lila. És nézzétek meg, hát szerintem ez velem egy idős lesz, nem? Itt sincsen évjárat, hát hogy? Kicsit azért, de nem baj, nagyon cuki a farkas, a kecske és a kecskegida. A farkas és a juhász, a beszorult mennyit, hát ez nagyon cuki. Hát én szerintem szinte ennek ültem a legjobban. De nincs sajnos évjárat rajta. A kis könyvem sincsen sajna. De szerintem ez valószínűleg az anyukája vagy az apukája lehetett még, biztos, hogy nem a gyerekek aprókáknak a... nem. Hát nem tudok sajnos, de tutira ez legalább egy 40 éves, ha nem több. Meglátjuk, majd rákeresek. 600 forint, ötözöttek mindegy, 600 forint, de mondom, darabja vagy az egész. És akkor mondta, hogy az egész. Ez nagyon-nagyon jó, megbecsült helyen lesz. Akkor sok könyv van. Ezek 500 forint volt darabja. Ez szintén, ez a Holy Web. Ilyet már vettem egyébként a Lizának. Nagyon cuki, nagyon aranyos, ezek is ilyen első olvasókönyvek, de tudjuk együtt is egyébként olvasni nekik. Hát cicás, kutyás, ez tök, látjátok, ilyen jó nagy betűkkel van írva, úgyhogy tényleg ilyen elsős, másodikos, harmadikos kislánynak, kisfiúnak, szerintem ezek szuperek. Eddig is annyira örültem. 2000 forintot már le is könyvelek. Csak közben szorulunk egyre hátrébb, szerintem, mert lett még itt egy pár könyv. Főleg ilyen egyébként, gyertek egy kicsit hátrébb, egyébként könyvekre és okos társasjátékokra, ilyen fejlesztő társasjátékokra utaztam, ugye hát kinőnek már ezekből a bébi játékokból, azokat meg, igen, mondom, csak felírom ezt a 4 könyvet. Szóval, igen, ahogy mondtam, hogy obiba viszünk rengeteg dolgot be, és ugye rengeteg sok a kicsi most. Tehát, hogy nagyon sok gyerkőc most kirepült iskolába, és kicsit felborult az egyensúly, és most ilyen három év közeli gyerkőcből van rengeteg.
Úgyhogy pont amiket ilyen formabedobó, meg mit tudom én, ilyen ütögetős kalapálós játékok, meg hát ilyen, pont ilyen 3-4 éves korosztálynak valókat, azokat kiválogatjuk, és akkor azokat elvisszük az óviba. Illetve ami olyan, mint például az a buksis, tacsis társasjáték, ami ilyen apró kis golyók vannak, vagy volt az a Hugo Hamis-szerű ilyen éhes békák nevű társasjáték, azt nem viszem be az óviba, mert tudom, hogy falra mászna tőle az óvónő. Ugye millió felé repülne szét az a rengeteg, hogy tudjátok, az, amikor 4 ilyen béka van, és akkor így nyomogatni kell, és akkor megeszik a kis golyókat. Na, ezeket felraktam Marketplace-re, úgyhogy de azt, ami szerintem közösen is játszható egy óviban, de nincs apró alkatrész, amit le tudnak nyelni, meg nagyon-nagyon nagy figyelem kell hozzá. Tehát ez ilyen kis formabeélesztő, ilyen fatáblás, azokat elvittük az óviba. Jó, kell most valamit fölírnom? Nem, ugye? Akkor iszom egy kortyot. Na, következik. Megint egy okos társasjáték. És ez szerintem Alexnek is egyébként szuper lesz. 4000 forintért elhozhattam. Onnan, ahonnan a Crocs kis szandálkát, vagy papucsot, vagy mi az, balerina cipőt vettem. Onnan ezt megkérdeztem, hogy mennyire fix az ár, és akkor hát, és egyébként talán 5-6-7000 forintért valamint ide fent használtam, szóval 4000 forintért szerintem tök jó volt. Ez olyan, hogy így van, nem is tudom, általában olyan 99 darab lap, tehát van benne egy kis füzet, ami rengeteg faladványból áll, és a gyerkőcnek le kell utánoznia a képen látható dolgot, ki kell ugyanúgy raknia. Szóval ilyen kis fakockákból áll, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ez Noénak és Alexnek, ez nagyon nem. Ez a képről való ugyanaz a leutánzás és lemásolás, ez nagyon nem megy nekik, sőt Lizának sem megy, de hát mindegy, legyen akkor most egy ilyen fiús is, ami kastély, meg mit tudom én, nem ilyen kis nyuszika, meg pipike, meg mit tudom én, úgyhogy ez Noénál lesz, de szerintem ez Alexnek is egyébként menni fog, ki fogjuk próbálni, úgyhogy fel is írom. Imádom ezeket a Smart Games játékokat, nézzétek meg. okosjáték.hu. Nagyon drágák, viszont nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon nagyon jó fejlesztő játékok. Na, és akkor elérkeztünk ahhoz a szatyorhoz, amiben van egy raklap újság. Na, kezdjük. Van egy bori zseppénzt kap. Pont most aktuális ugye az a téma, hogy van nekik ugye egy malacpersők itt, hogy Bori éppen fogja, nagyon szeretik a Bori meséket, vannak is ilyen füzeteink, de szerintem pont ilyen zseppénzes nincsen. Ezt nem is tudom, 200 forintért adták oda, úgyhogy, de itt lesz még egy rakat könyv, úgyhogy Bori zseppénz, pont most ugye a kis malacperseiből választják a társasjátékaikat. Meg ugye ők is tudják, hogy van, amit ugye tovább adunk, tehát értékesítünk, és van, amit ugye beviszünk az oviba a kicsiknek, tehát, hogy el is adunk, és azt utána abból tudunk újat venni, illetve ugye ajándékozunk is, szóval ezeket így most így tanítgatom nekik. Akkor van egy ilyen gyönyörű szép, jó nehéz Grimm mesék könyvecske. Ebből is kaptunk egyébként a végösszegből árat. A Holnár leányana. Gyönyörű szép. Emlékszem, gyerekkoromban voltak ezek a gyönyörű szép mesekönyvek, és én is olvasgattam, amikor már ugye tudtam elsőben olvasni. Úgyhogy ennek is úgy örültem. Legyen Andersen, vagy Lafontaine, Andersen, meg Grimm meséjük is. Jó, hát akkor írom azt, ami rajta van. Nem tudom, valamennyit adott engedményt. De most ezt így hirtelen nem fog eszembe jutni, szerencsére rá van írva. Jó. Akkor játékos szorzótábla. Ez meg úgy van. Nagyon vicces egyébként, ilyen kis
ablakos. Tehát így ki lehet, pont nem azt mutattam, na másik oldalán. Ki lehet nyitni, ez vadi új szerintem, nem nagyon volt ez még itt nyitogatva, úgy látom. Hány lába van összesen 6 kutyának, például itt ez itt van. Szóval ez először Noé lesz, ugye, aki majd jövőre megy iskolába, hiszen majd 2 év múlva megy. Van itt szorzó táblától kezdve, hát ez nagyon-nagyon tetszik ez a könyv. Imádom ezeket a könyveket. Ha a sárkány 10 füstkarikát fúj ki egy szuszra, hányat fúj ki 2 szuszra? Hát nagyon jó. Nagyon. Szuper, ajánlom. Szuper, tényleg nagyon jó. Megyünk hátré. És marha legek ezek a könyvek. A szkolár könyvek, de én általában egyébként így használtan szoktam pont ilyen vásárokon, garázsvásárokon átvenni, vagy szoktam nézni marketplace-en is. 3990 forint volt eredetileg. Jó akciók szoktak lenni, főleg karácsony után. Na, jön egy tök jó dolog. Most itt érdekes, inkább azt mondanám, érdekes. Szintén a gyerekkorom nekem nem volt, viszont osztálytársaimnak, barátnőimnek volt ilyen. Nem tudom, hogy ez így van, akinek így ez így mond valamit, így. Sejtitek-e, hogy ez micsoda? Lehet Melissa & Doug, ráadásul ez egy nagyon-nagyon jó márka. Barbie-nak volt ilyen. Na most, ha én ezt ki tudom nyitni, azt én nem tudom, mit kell csinálni. Van, itt mondod, hogy le kell nyomni, vagy be kell nyomni? Nem. Ide kell berakni egy papírt. De hogy kell ezt kinyitni? Jaj, szépen törjen. Most így éppen. Á, ki tudom húzni? Várjatok. Nem akarom széttörni. Ha kinyitom, akkor ki tudom húzni, jó, szóval vettem. Tehát ilyen lapokból áll, ki lehet cserélgetni itt a fejeket. Úgy látom, hogy 3 csere lehetőség van fej, nem. 2x3, 6 csere lehetőség van hercegnő fejre. Van az egyik az hercegnős, pont azt nyitottam, kidomgyom, mutatom a másikat is. És akkor ki lehet cserélni a testüket, vagy a pólójukat, és akkor alul pedig a szoknyájukat. Tehát ez nagyon-nagyon jó. Nekem nem volt ilyenem, de emlékszem rá, hogy Barbie-nak volt, és akkor így ilyen zsírkétaszerűvel, ugye rárakodod ide berakod, és ezeket a kis stencil, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, elrakod a papírt, és akkor így áthúzod, akkor ugye ki fog rajzolódni a hercegnő, és van itt egy rakat színes szeruza is hozzá egyébként. Itt mutatja, hogy hogyan kell. Mindjárt kibontjuk a másikat is, hát ez tök jó. Ennek én úgy megörültem, és 1000 forintért tök jó. Én nem tudom, mennyibe kerül egyébként egy ilyen, de az a már az opá, el ne törjem. Nem tudom még egyszer ezt a fület, hogyan kell itt kezelni. Ez nagyon jó, 1000 forint. Ez pedig jó áll egyébként itt rájön, nézzük. Fashion Design Activity Kit. Nagyon jó. Na, mindjárt rá is keresek, csak fontot van a telefonom. Megnézem, mennyiben kerül egyébként egy ilyen. Ez nagyon jó. Szóval Liza ez jött odáig lesz. Itt meg van egy papír is pont. Ha kinyitom, aha, itt bele van most éppen téve, csak ne ejtsem ki, és akkor ugye ráteszed a papírt, illetve majd egy néhányat ugye rakott az anyuka rá, hogyha valaki ki szeretné próbálni, rácsukod, és akkor utána ugye lehúzod azzal a fekete zsirkétaszerű dologgal. Ez nagyon cupi, nagyon tetszik. Ezek meg ilyen, ugye mutatom. Ez nem a hercegnős vonal, hogy ja, ne csukran rászóljatok, ha ki van nyitva, csak akkor lehet kihúzni. Na, ezek pedig ilyen divatosak. Divatos lánykák. Nadrággal, szoknyával, itt is akkor 3-3, igen. 3 fej, 3 törzs meg, 3 ilyen szoknyanadrág.
Tök jó, sebes, jeges zsírkréta, úgy látom. Zsírkréta. Ez még itt tök új, teljesen új, úgyhogy szupi. Láttam, hogy a kisár nem nagyon használta itt a zsírkrétát sem, meg ezeket a ceruzákat sem, mert nem tudom, hogy egészet használta egyáltalán, de mi fogjuk, mert a Liza imádja ezeket a stencileket, meg imád ugye öltöztetni dolgokat, meg szoknyát rajzolni, meg ilyesmiket, az itt tök jó. Na, én erre most rákeresek, mert most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyibe kerül egy ilyen. No, megtaláltam. Mondtam, ez egy drága márka, ismerem a márkát. 13.631 forint. Egy doboz ilyen. 1000 forint volt. Úgyhogy nem mondom azt, hogyha más nem, mert nyilván azért vettem meg ezeket a dolgokat, mert nagyon szimpatikus és tök jó fejlesztő meg könyvek vannak itt, fejlesztőjátékok. De hát ez egy kis szórakozás, és wow! 2000 forintért, 2000 forint helyett, wow! Faszta! Na majd rákeresek arra a La Fontaine cuccra is, az is nekem gyanús, hogy azért az sem 600 forint. Wow! Hát Elizának szerintem nagyon fog örülni, hogy játszunk velük. No, haladjunk el. Már nem sok minden van, megnézzük, hogy itt van a újság, könyvek vannak. Akkor az emberi test. Ez meg azért tetszett, mert hogy így álljátok rá, tehát hogy így vannak benne ilyen lapozható kis fóliák, és akkor elmagyarázza, hogy mi hol van. Nagyon jó, ez is tök jó. Hol az agy, kis agy, lapocka, nagyon jó. Tök jó, ez is nagyon tetszik, felírjuk. Jó, na és akkor ebben már csak ilyen ajándékok vannak, ugye, ahogy említettem, tőlük rengeteget kaptunk. Hát ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, a kisfüles, hát mennyire cuki, már ez is még az én gyerekkoromban volt, és kérdeztem, hogy egyébként ez egy óvisnak ez jó lehet-e, mert hogy ugye vannak benne ilyen nagyobb gyerkősznek, és még tökre benne van, hogy mamánál mennyit, ugye ő is nagyon sok keresztrejtvényt fejtett, és akkor nekem is volt ilyen kisfüleses keresztrejtvényem. Na, tök jó ilyen Halloween-es témában is van itt valami. De ezt szerintem el fogom nekik tenni, mert ugye ez egy igazából egy 3 éves nem sok mindent tud kezdeni. Ez inkább iskolás korosztály, de van benne egyébként kisebb gyerkősznek is feladat, szóval rengeteg. Itt például ez. Meg kell keresni a képen a karácsonyfás képen a tárgyakat, szóval tök jó. Ennek úgy meglepődtem, hogy ezt még lehet kapni. Úgyhogy ebből szerintem az összeset, ami ott volt, elhoztam. Ne essetek le. Igen, 4 darabot elhoztam összesen ilyen kisfülesből, és 1095 forint már, ez mikor itt? Ez viszonylag friss, 2021-es akkor, hát frissecske, na szóval nem a mi gyerekkorunkból, értitek? Nem a anyukák, nem a mi korunkból, hanem ez úgy mostanság, akkor még ezek szerint ezt lehet kapni. Emlékeztet még a Buci Macira. Jaj, meg a, hú, mi is volt a Trixi és Foxi, vagy na, szíves bocsok, meg a Garfield, meg Donald képregények, úristen, de szerettem őket. Más, akkor vannak itt ilyen színezők, ezek tipik ilyen oviba. Ha valaki kislány éppen, vagy kisfiú, akárki, bárki színezni szeretne, ezeket is a kezembe nyomta, ezeket a másikhoz, valahol lesz egy ugyanilyen, amiben még ceruzák is vannak, itt ezek ilyen, néhány meg ki van egyébként színezve. Ezek már nem cikik, ezeket beviszem az oviba, hát biztos ott is szeretnek, ez is cicás. Nézzétek, itt van puszedli színezőket, hát ezek bevisszük, aztán majd a lányok meg a fiúk rajzolgathatnak. Hát főleg lányok, ugye a Liza meg a Fanni, ők a nagyobb korosztály, meg a Fanni azt hiszem Noéval, tehát Fanninak most ez pont a születésnapja, oda megy, csak a Noé szombaton, csak őt hívta meg.
Furcsa. Na mindegy, én nem a mai napig egyébként ez furcsa, hogy pont a Liza, aki unikon is, most meg karkötő, meg minden, ami pont ugyanaz az érdeklődésé, mint a Farnyőnek, hát, hogy pont ez a baj. Nem tudom, de csak a Noémit hívta meg, ugye ezt mondta nektek a Nyuszi is blogban. Na, vannak itt ilyen top modelles újságok, ezt is szerintem 2021-es, na. Hú, wow, az igen. Ezt nézzétek, mit rajzolt a kislány. Az nem semmi. Ez a Liza szerintem még kicsi. Van benne rengeteg matrica, meg ez is nagyobb korosztály, úgyhogy, hát én nem tudom, ez hány éves kortól van. 1490 forint durva egy ilyen újság, nem semmi. Én még, van egy rengeteg matrica itt hátul. Szerintem is ez inkább ilyen, hát nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen harmadik, negyedikben lesz majd a test, úgyhogy ezt óviban nem tudom vinni. Nem tudom. De sok ilyen top modelles újság. Aztán van itt, nem tudom, Rigel Academy, nem akarok hülyeséget, mert én fogalmam nincsen. Nem ismerem ezeket az újságokat. Majd megnézegetjük. Passzolok. Nem ismerem. Nem, tényleg nem ismerem ezeket az újságokat. Viszont megint színező. Ez is szinte még, hát nem ott egy kaktusz. Elindult a színezés útján, de nem sikerült befejezni. Úgyhogy, aha, hát ez nem magyar. 2018-as, úgy látom francia színező, na jó, akkor ezt különöltjük, mert ez a is történet. És itt lesz rengeteg, igen, unikorn és sós színező matricákkal, aha, hercegnős matricákkal, na, tessék, például, tehát ez is 690 forint egy ilyen színező asztal, tök jók. Ott van a kis kép, és akkor az alapján kell kiszínezni. Hát a Lizának van sok színezője már, mert nem annyira szeret egyébként színezgetni, inkább mert ő rajzolgat. Úgyhogy ez meg az Obó néninek, nem? Amíg vigyáz a gyerekekre, színezgetnek, addig ő is színezgessen ilyeneket. Jaj, lehet, hogy ezt elrakom a Lizának, ez még aprókák ők. Na van egy minimanó. 30 darab matrica, képességfejlesztő magazin óvodásoknak. Na, ez viszont fajta fejlesztő. Ó, egy csomó ki van benne töltve. De van, ami még nincs. Mindegyet átnézegetjük. Azért azt megnézem, hogy azért olyat nem adok be nyilván, ami nagy karácsonyi témájú például. Megcsinálgathatják. Olyat nem adok be, ami már így össze van firke, vagy mit én így nagy része így ki van színezgetve, azt nyilván nem. De csak hogy mutogatom, hogy tappancs és a csodapónik. Hát hogyha esetleg anyukák, ti is tök vakon vagytok a témában. Hát én eddig ilyen barbis újságot, tehát a Playmobil, mancsos újság. Tudom, hogy van rengeteg ilyen fejlesztő újság, de a gyerekeink azokat szokták megnézni, amikor így vegyük, mit tudom, ilyen hipermarketekben, amikhez van csomagolva valami kis ajándékos, hogy tudjátok, ilyen kis Lego figura, meg van Lego újság is, Lego City, meg Lego Friends is talán. Nyaralásnál vettünk egyet, de szerintem még ők ehhez kicsik ezeket az újságokhoz, ezt például nem tudom bevinni, mert ez már ki van tartogatva. Ugye pónis újság. Ki kell színezni. Na jó. Rengeteg. 300 szó, találd meg és színezd ki. Nagy. Jó, ezek a kedvenceim, ezek a füzetek 5 plusz, ezt pontizálnak. Wow, de jó, ez is tök új. Hát ez hozzá sem nyúltak még. Na, ha meglátjuk, vigyük vagy, ne vigyük, hogy Liza megmondja, hogy szeretnie. Igen, itt van mondom, ami teljesen új ceruzával. Ez biztos, hogy bevisszük ez ilyen kis aprókáknak. 3-4 évesnek szerintem ez tök jó, ez tutira megy be. Jó. És akkor még lesz, jó, van tappancs, egy rakat tappancs.
Entike. Szintén ilyen lovak. Van itt valami megrendelő személy. Jó, hát mi nem nézegettük, mondom, ezeket az újságokat, nem ismerem ezeket. Ezeket itt tök jó, hogy így valaki így tovább adogatta őket, és akkor megnézzük, aztán majd mi is tovább adjuk. Ja, ha rengeteg foglalkoztató dolgon. Na, játszva megismerjük a szám. Na, ez tök jó. Ki van költve. Ja, igen, plusz. Na, ez például nincs kivágva innen itt ilyen. Hát ilyen kis fejlesztő ovisoknak. Fejleszt ovisod játékosan. Okos ovisok. Na. Ilyesmi kiadványaik vannak. Ez tök jó, hogy így ilyenekkel így az ember itt áll. És ezt szoktam egyébként így Facebook hirdetés, meg mit tudom én, szoktam látni ilyen hobbis rendelhető ilyen folyóiratok, vagy mondják ezeket ilyen magazinokat, meg fejlesztő füzeteket, de inkább anyukám az, aki ilyen ilyesmiket szokott nekik így ajándékozni. Ő nézegeti ezeket a reklámokat úgy pontosabban meg. Én inkább, tudjátok, a Pinterestről szoktam letölteni ilyen fejlesztő, korosztálynak megfelelő fejlesztő feladatlapokat, és azokat szokták nekem itthon töltögetni, tanulgatni. Na, erdőmező meséi, huha! Na, itt aztán az ár. Jó kérdés. Azt hiszem, ez egy ezres volt. Rövid tanulságos áttörténetek 2-től 7 éves gyerekeknek. Szupika. Szerintem az egy ezres volt. Na, ez meg Lizának majd, hogyha kicsit nagyobb lesz, de majd nem baj, elrakom majd ide lentre. Vagy valahova bedrakom valami hátsóbb dobozba. Ez tök jó, az nagyon tetszett. Ez is azt hiszem, hogy ezres volt. Lánynak lenni, szóval ismert meg. Hát ezeket én is nagyon szerettem egyébként, de lehet egyébként, azt mondta, hogy ő már hamarabb elkezdte egyébként. Szóval hamarabb elkezdte, mint az iskola így beszélgetni a kislányával itt a dolgokról, szóval hát meglátjuk, de ezt nagyon szerettem ezeket a fedezd fel, ismerd meg magad, ilyen oktató, ilyen barátságos ilyen képek, hát tudjátok, ilyen pont ilyen kislány szintjén való ilyen oktatókönyveket nagyon szeretem. 2000-et beírok. Kíváncsi leszek egyébként a végösszegre. Kijön-e a... De, gyanítom, nem tudom. Kijön-e itt a 2 malac verseiből, és akkor ez pedig Noénak. Testünk, na hát a Noé nagyon érdeklődik mindenféle. Múlt héten megkérdezte valamelyik reggel az autóban, amikor mentünk a szobiba, hogy mi történik, hogyha valakinek leáll a szíve, és hú, na, akkor mit mondjunk, hogy mondjuk, vagy hogy miért áll le a szíve, meg na. Szóval nem vagyunk még ennyire felkészülve ezekre a kérdésekre, hogy így hogy is mondjam, ilyen kis óvodás szinten elmeséljük, de megpróbáltuk. Úgyhogy, és igen, és utána a következő nap lett az pont az, hogy meg átanyúszik ennek a szíve, akit ugye itt a kertben találtunk. Úgyhogy pont így a halál témával, hát igen, tudtunk arról egy kicsikét beszélgetni, hogy ugye eltört a lába, és akkor meghalt szegény Jussi. Ja, hát most már fel kell majd készülnünk ilyen kérdésekre is, úgyhogy ezeket nagyon szeretem, ezeket a könyveket. Mi van akkor, ha csak csokoládét eszünk? Na, szóval ez tényleg, ez már ilyen Noé. Nem tudtam megmondani egyébként, hogy ez milyen 8-12 éves. Jó, most már látom a dolgíról. Jó, akkor ez Noénak jövőre. De már szerintem most is el lehet kezdeni, tehát, hogy a fog, meg a sok édesség, meg a mit tudom én, energiaital, meg milyen utat. Na, igen, azt is kérdezte egyébként a Noé, hogy amit megeszünk, az ugye hova tűnik, vagy hogy hogyan alakul át, értitek? Szóval, na, ez tök jó. Nagyon-nagyon szeretem. Ez, ha jól emlékszem, ez 2000 volt, mert 4500 ára, és azt hiszem, hogy ez fél áron adta, de tehát akkor beérem a 2000-et. Na, mi van, mi van, várj. Itt van valami.
Jó, egy rakott kis autó, meg hát én nem tudom, de ezt ajándékba kapták. Ez egy, elvileg azt mondta Lize, hogy ez egy Bakugán. Passzolok, nem értek hozzá. Egyáltalán nem értek hozzá, de itt ebből itt valami így valahogyan valami valahogy kijön. Nem tudom, hogy ez Bakugán, nem tudom, ez ajándék volt. Igen, és akkor akkor viszont a Lacinál van még 5 darab kis autó, mert az egyik házikóban a készítettek el a középiskolás régi osztálytársam és barátnőm és pattársam volt, úgyhogy 5-vele vettünk 5 darab kis autót, ezt fel is írom. És akkor ez, hát ez is szerintem nem tudom, ez is egy maximum, egy 1000-es volt, ez tök jó. Ezt a Noé választotta, a Nashkármat, ezt meg én. Tök jó kis apróka. Ez nem tudom, ez volt, hogy ez egyébként. Ez lehet, hogy nem, ez Velli. Jó, akkor ez meg, ezt a 1000-es volt a 4 darab. Na. Úgyhogy akkor mindjárt osztok, szóltok. Ennyi volt egyébként. Szerintem tök jókat találtam. Úgyhogy örülök, hogy meg gondolkodtunk egyébként azon, hogy hát akkor sajnos mi ezt most kihagyjuk, mert ugye hivatalosak voltunk a születés nap ünneplése, de így olyan 3-4 körül értünk oda, úgyhogy egy 1-2 helyett, úgyhogy igazából később ebédeltünk, ennyi volt, és akkor tovább maradtunk, ugye, jó sokáig el voltunk, pont úgy jöttünk haza, hogy a puszidének az oltására így 7:30-ra hazaestünk, pont, úgyhogy jól elfeladtak a gyerekek aznap. Ja, úgyhogy nyilván megmutatom nektek így összességében, hogy ez itt így kiterítve menni minden, leszámítva ezeket az ajándékokat, ezeket majd elosztogatom, de most a Lizának meg én mit csináltam a szobájából. Úgyhogy szerintem érdemes így ilyen családi házas környezetben lévő garázsvásárokra, ilyen rendezvényekre elmenni, mert tök jókat lehet találni. Mit csináltok, Muci? Atya világ, mi van itt? Egy nagy felfordulás. Azt én látom. Azt látom. No, tegnap vettem meg a videót, és sajnos elveszett a vége a videónak, úgyhogy egy fotót tudtam betenni itt a kiterített cokmokokról, ugye amiket vettünk, úgyhogy lemaradt így az elköszönés. Nem tudom, eltűnt a telefonomról az a rész, az a videó. Úgyhogy én most elköszönök ebből a részből. És a következő vlog az pedig Alexnek a 8. születésnapjáról fog szólni. Aztán nem álltak még meg a nyaralós vlogok, folytatódik az is szerintem hétfőtől kezdve, ahogy tudom majd őket vágni. Lesz majd színszélyes videó, jött egyébként még egy színszélyes csomagunk is, úgyhogy ilyen őszi dísz meg Halloween témában rendettem néhány dolgot, úgyhogy 2 színszélyes videó is lesz, az egyiket már felvettük múlt hétvégén, a másikat pedig majd még föl kell venni, aki kell nyitni a csomagot. Szóval majd az is lesz 1-2 hét múlva. Szóval, ja. És akkor most már azt fogom csinálni, hogy most már nagyon-nagyon le vagyok maradva, mert több mint egy hónap lemaradásban vagyok. Szóval lesznek vegyesen friss vlogok, ugye ilyen őszi témában. Tegnap például elkezdtünk lakást nagy takarítani, meg dekorálni a gyerekekkel, úgyhogy nagyon-nagyon segítőkészek, és erről is lesznek majd ilyen motivációs lakásdíszítős videók. És akkor majd folytatom tovább a nyári, a nyaralós, meg a nyaralás után hazaérkező is akkor. Az akkor felvett vlogokat, hogy ne legyen most már ekkor nagy csúszás, lesz friss is, meg lesz régebb is. Sziasztok! Van egy kis problémánk itt ezzel a nyavajával. Nem emlékszem, hogy amikor vettük, vagy kapta Alisa, hogy ajándékba, akkor jó volt, de még te most totál összeakadt.
Engedd el. Nézzétek! Ez itt todál össze van akadva! Ja, segítség! Atyaég!